Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Itt a képek mutatják azt, hogy mi történik most a hétvégén. A Hold eléri Neptun bolygót. Ők nagyon hasonlóak, hiszen mindkettőnél érzelmekről van szó, a vágyakról, az álmokról, a reményekről. Az álomképek Neptun bolygó hatása alatt vannak, és a Hold továbbítja ezt számunkra. Amit ez jelent most a hétvégén, hogy vagy lesz egy álmod, és ez jelent számodra valamit ez az álomkép, vagy ő álmodozik rólad, tehát megjelensz az ő álmaiban. Ami még történik a hétvégén, hogy a Nap és Vénusz bolygó együtt hatnak. Ez kihat ránk, hölgyekre, tehát megvan ez a napfényes kisugárzás, vagy a vonzalom kettőtök között. Az is lehet, itt kiderül az igazság, hiszen a Nap ezt megvilágítja. Viszont hozzá kell tennem azt, hogy most hétvégén fél hold van. És fél holdnál mindig vannak kihívások, nehézségek. Egy csillagkép az hat most erre a fél holdra, és ez azt jelenti, hogy valaki beavatkozik a dolgaidba. Vagy valaki figyel téged, parancsolgat neked. Tehát itt lesz most a napokban külső befolyás. Figyelj oda rá, hogy ez jó-e vagy sem. Ha rossz befolyás alatt állsz, vagy úgy érzed, hogy mindenki figyel téged, beleavatkozik a dolgaidba, akkor ne hagyd ezt, hanem maradj a saját erődnél, és te hozz fontos döntéseket. Mert lehet, hogy valaki segíteni akar neked egy jó tanáccsal. Ez lehet tényleg egy jó tanács, amit elfogadhatsz, de az is lehet, hogy valaki hamis és félre vezet téged. Tehát figyelj oda ezekre a kapcsolatokra, hogy ki mit akar tőled. Van múlt, van jelen és van jövő. Először megtekintjük a múltat. Itt látható egy fiatal férfi, a kezében van ez az arany érem. Az utalhat anyagiakra, munkára, a hivatásra, és ez a fiatal fiú szimbolizál akkor egy új kezdetet. De mivel a múlttal áll összefüggésben, visszatekintesz a múltra, és lehet, hogy lesznek ilyen régi kapcsolatok, ami befolyásolja a munkahelyet, vagy az anyagi dolgokat. Amit ez a kártya még jelent, hogy vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ez nem csak az anyagiakat és a munkát jelenti, hanem a tudásodat, a tehetségedet, a belső értékedet is. Légy ennek tudatában. Ezen a képen látható egy sárkány. Az asztrológiában szintén megjelenik ez a sárkány. A lefele mozgó hold csomó kétú, ami utal a múltra, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben, és kihat az érzelmekre. A felfele mozgó kármikus csomó ráhu utal egy új irányra, új lehetőségekre, mutatja azt a részt, amit a lelket kiválasztott, hiszen a lelkednek szüksége van erre, mert ez, ami a lelkedet felszabadítja. A feladat az, hogy ráhút és kétút összefűzzük.
Ráhú az a sárkánynak a feje, Kétu pedig a sárkánynak a teste. Itt gondolatokról van szó, ez Ráhú, tehát a sárkánynak a feje, és itt érzelmekről is szó van, és ez Kétu a sárkánynak a teste. Ha ez összhangban van, és utal az időre is, Kétu a múltra, Ráhú a jövőre, és te a jelenre. Ha ez sikerül, hogy megvan ez a belső egyensúly a gondolat és az érzelmek között, és bizonyos dolgokat le tudsz zárni a múltból, éled a jelen, de vannak terveid a jövőt, illetően félelmek nélkül. Mert ez a harc, itt a belső harcot szimbolizálja, hiszen győzni kell a negatív érzelmek felett. Mert ha azok megjelennek, akkor soha semmi nem sikerül. Ezek a félelmek, a bizonytalanságok, de ide tartozik a féltékenység, az irigység, a gonoszságok. Gyakran ez kívülről jön, akkor is van itt egy kihívás, és kell a győzelem. Mindig a pozitív érzelmekben maradni. Ez a hit, a megbecsülés, az életöröm, a szeretet és a bizalom. Ez segít abban, hogy kialakíts valamit az életedben, hiszen ez a pozitív érzelem, illetve érzelmek, ez az isteni hatalomtól jön. Itt is az erőről van szó, amikor védeni kell magadat. Itt a belső erő, győzni a félelmek felett, tehát tedd át magadat a félelmeken, és védd magad külső befolyások ellen. Légy annak tudatában, hogy ez az érem a tiéd. Ez a te tehetséged, ezek a te értékeid. És mi történik a közeljövőben? Itt szintén a sárkány jelenik meg, ugyanúgy, mint itt ezen a kártyán, tehát ennek most van egy nagy jelentősége a következő napokban, itt vannak kármikus témák. Ez lehet a szerelem, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből, és megvan ez a vonzalom, megvannak ezek a mély érzelmek köztetek, és ezért látható itt Neptun és a Hold hatása, hogy te megjelensz az ő álmaiban, tehát gondol rád, és te érzed az ő energia mezejét, vagy érzed azt, hogy megvan ez a vonzalom kettőtök között. Amit ez a sárkány még jelent, győzni a negatív érzelmek felett, mint a félelmek, vagy bizonytalanságok, vagy észrevenni azt, ha külső hatás jön negatív érzelmekkel, mint például irigység, vagy gonoszságok, vagy hazugságok, ezt is észrevenni, óvatosnak lenni, de ne harcolj ezekkel a személyekkel, mert nem érdemes. Ne fektess ebbe az irányba energiát, hanem hagyd azt, hogy minden magától alakuljon. De ne engedd azt, hogy mások hülyének nézzenek téged, bocsánat, hogy így fejeztem ki magamat, hanem érezd a belső erődet. Hagyd ezeket az embereket. Menj a saját utadon, és ügyelj a pozitív érzelmekre. Bízz a jövőben, legyen meg a hited, a bátorságod, talán egy új kezdethez. Érezd a szeretetet, vagy a szerelmet,
mert ez is erőt ad neked, és tartsd meg a belső nyugalmadat. Ezen a képen látható ez a kehely, és ez utal a víz elemére. A víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt alul láthatóak a negatív érzelmek, a félelmek, a bizonytalanságok. Ez a két hal, ez jelentheti a halak jegyét, mert a halak jegyében is két hal van. Az egyik utal a negatív érzelmekre, a másik pedig a pozitív érzelmekre. Tehát az irány fontos. És ha pozitív érzelmeket éled, és megvan nálad ez a hit, ez a szereted, ez a magabiztonság, akkor itt kialakul ez a kehely, ami utal a jövőre, itt kialakul nálad akkor valami akadályok nélkül. Itt ezen a képen is látható a külső befolyás, amint említettem a félholdnál, hogy egy csillagkép most így hat a napokban ránk, tényleg ezt mutatja ez a kártya is, ne figyelj oda, hogy ki mit akar tőled, hiszen te vagy itt a középpontban, és az a fontos, hogy te mit, hogyan szeretnél kialakítani. És hallgass a belső hangodra. Ne foglalkozz a külső befolyásokkal, hanem tekints befele, figyelj oda az álmaidra, az intuíciódra, és akkor így, ez a tartás, ez fog szerencsét hozni számodra. A következő kártyák mutatják a jövőt. Itt ez a hajó szimbolizálja a reményt. Tehát megvan a remény arra, hogy minden jóra forduljon. Itt a gólyák utalnak a változásokra. Ez lehet költözködés, munkahelyi változás, vagy változik valami a párkapcsolatot illetően. És ez a virágcsokor jelenti a szerencsét, vagy egy kellemes meglepetést. Ez a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat, és akkor itt van egy meghívás, egy ajándék, vagy, amit még a hajó jelenthet, egy belső utad. Az jelenthet vallási témákat, vagy egy spirituális területet, és ez az út, ez a belső út megváltoztat valamit a te életedben, és ez a virágcsokor utal a szerencsére, vagy egy kreatív tevékenységre. Ha párkapcsolatról van szó, akkor ez a virágcsokor azt jelenti, itt változik valami, amire a gólyák utalnak, és a virág jelent egy ajándékot, egy meghívást, egy kellemes meglepetést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!